Az ötöshöz tartozik egy kis magyarázat. A meteorológiai szolgálatok jelentésnek megfelelő formátumú táblázatot készíts el az A31H49-es tartományba. Aha. A pollen koncentrációt városonként, növényenként, ehhez az A1H5 tartomány celláiban található kategóriák, alsó koncentráció határait, az I2-I5 tartomány celláiban található kategóriajelzéseket kell felhasználnia. Határozza meg hibamentesen másolható függvény segítségével a B1-H49 tartomány celláiban a pollen koncentráció kategóriajelzéseit. Na most ugye másolni, tehát úgy kell, hogy a B31-esbe hozod létre, és a H49-ig másolod. Na nézzük, mit kell csinálnunk. Az van, tehát, hogy Budapest parlagfű koncentrációját kell meghatároznunk, ami azt jelenti, ráérő idejében, hogy alacsony 10-30-20, és ezt kell oda beilleszteni. Tehát Budapesten 144 a parlagfű, az azt jelenti, hogy nagyon magas, tehát ezt kell beilleszteni, a 4 darab csillagot. Oké. Tehát, mit kell csinálnom? Egyrészt innen kell illesztenem valamit, de ezt kell keresnem ezek között, de nem pontos egyezéssel. Ez nagyon hasonlít az index hol van függvénypárosra. Tehát kezdjük el. Index. Az index függvény, tömbsor oszlopszámból a tömb, az, ahonnan az eredményt várom. Ő lesz az. Mindig innen várom az eredményt? Mindig. Tehát abszolút hivatkozok rá, akárhová is másolom ezt majd később, ezt a képletet. Mindenhol innen várom az eredményt. Sorszám. Hát nem tudom a 1, 2, 3, 4 közül melyiket szeretném. Ebből azokból kifolyólag ide jön a hol van függvény. Tehát beillesztem a hol van függvényt. Ha nincs ott, az eddig használtak között, akkor hajrá, megkeressük gyorsan, de buta voltam, hogy nem H-ot írtam, de itt van most már a hol van függvény. Keresési érték. Őt keresem, hiszen Budapestnek ebben a cellában van a mért értéke. Lefelé is mozognia kell, amikor másolok, oldalra is mozognia kell, tehát ez így marad. A tábla, ahol keresem, az viszont ez. Hiszen a parlagfű értékei között kell keresnem. Csak hogy ez lefelé nem szabad, hogy másoláskor mozogjon, viszont jobbra kell, hogy mozogjon, hiszen az üröm, a kender más-más határértékekkel dolgozik. Tehát nyomok egy F4-et, ekkor egyáltalán nem lenne hajlandó elmozdulni, hiszen mindenhol abszolút hivatkozom. Ha még egyszer megnyomom az F4-et, akkor azt látom, hogy az oszlop bátran elmozdulhat, míg a sor nem. És ez nekem a jó, hiszen ez a vegyes hivatkozás azt fogja eredményezni, hogy lefelé másolva maradunk itt, viszont jobbra másolva mozogni fog. Az egyezés típus, nekem nem kell most pontos egyezés, hanem csak ippek hogy. Egyébként mehetne ez az F-keres függvénnyel is valamilyen úton módon. Na nézzük meg, hogy működik-e, amit csináltuk, tehát index hol van. Elkezdem lefelé másolni, és ellenőrizzük le Győrt. U82, bizony, ott csak 3. Nagyon jó, tehát úgy néz ki, hogy működik. Hoppá, Zalaegerszegig mindenhol 100 fölött van. Nagyon jó. És utána jobbra másolom a H-oszlopig. És nézzünk meg egyet, ellenőrizzünk le. Visszakatintok a szerkesztőlészre, és itt látom, hogy a pázsit fűférék között keresem a 8-ast, egy csillagot kell, hogy kapjak. És csodák csodája, egy csillag. Készen vagyok, Ctrl S,